Tizedik alkalommal rendezték meg Török Szent Miklóson az utcazene fesztivált, a helyszín ezúttal is a jól bevált Kossuth tér volt. Délután 3-kor kezdődtek a programok, az első etap címe Hozd a hangszeret, kihangosítunk. Délután, illetve kora este folyamán találkozhattunk visszatérő arcokkal és új fellépőkkel is. Zenélt többek között a Blues Dunkies, Ricky és a Wine Killers, valamint a Nonsense Duo, de Republic feldolgozások is kaptak helyet. A kora este folyamán Csernyus Lőrinc ivüldíjas építész előadását tekinthették meg az érdeklődők, a családosok számára pedig az Apáról Fiúra Kézműves Egyesület játékszigete jelentett kikapcsolódást, de a téren voltak veterán járművek, amerikai autók, valamint motorkerékpárok is. Gyere el, ha hívlak, piszkos táncot járni, a csípődet karolni, este a Robinson Cirkusz a Fülemüle-Presszó tribünben zenélt, a szombati napot pedig Fekete Jenő rock and blues muzsikája indította. A 10. utcazene fesztivál Törökszent Miklóson. Hogy látod, mennyire sikerült megünnepelni ezt a szép évfordulót? Én azt hiszem, hogy nagyon sokan kijöttek most az idei utcazene fesztiválra. A Kossuth tér megfelelő hely arra, hogy ennyien összejöjjünk és beszélgessenek az emberek, hallgassunk egy kis zenét, összejöjjünk. Hogyan tudnád összefoglalni ezt a mai eseményt? Kik voltak, akik itt színpadra léptek, illetve felvállalták a zenélés szerepét is. Kiket láttál itt a nézők között? Milyen generációkat akár? Én azt hiszem, mindenféle generáció itt van. Teljesen vegyes a közönség. A évről évre hamarabb kell kezdeni. Most az idén már 3 órakor kezdtük el, mert annyi jelentkező van, és olyan sokan szeretnének játszani, hogy mondom, hogy már kevés a hely, nem tudom fogadni, de azt mondja, hogy nem baj, őt nem zavar, csak hagyja olyan 4 órától játszani. De nem lesz ember, de lett ember, hála Istennek lett ember, úgyhogy én azt hiszem, hogy jól érezték magukat az emberek. És ma nem csak zene volt, hanem voltak előadások is, erről is egy néhány szót. Igen, Csernyus Lőrinc, ivüldíjas építészt kértük föl, hogy beszéljen a közösségi térről. Ő Lőrinc a Makovec Alapítványnak az egyik nagyon fontos szakembere, és Makovec Imrével együtt járta a vidéket, és úgy építették a közösségépítőkkel együtt a művelődési házakat. És úgy gondoltam, hogy hallgassuk meg, mit mond Csernyus Lőrinc arról, hogy hogy kell kinézni egy városi térnek, és hogyan vegyük mi az birtokba. Egy viszonylag hosszabb út van az utcazene fesztivál mögött. Hogy látod, hova juthat még el? Mi van még benned? Mi van még az utcazene fesztiválban? A következő 10 évet tekintve például. Hogyha a következő 10 évben ugyanilyen vidáman eljönnek az emberek, akkor azt hiszem, hogy rendben van az utcazene fesztivál. Nem szeretnénk nagyobbat, nem szeretnénk hosszabbat, nem szeretnénk valami szárvendéget hívni. Nagyon jó nekünk a helyi zenekarok, helyi előadók,
és néha azért természetesen, mint ahogy most Fekete Jenőt hallhatjuk, néha azért nagyon jó hallgatni azt a muzsikát, amit világszínvonalon is elő tudnak adni az előadók. Na már elmúlt ugye éjfél, tehát szombati napot tapossuk. Meddig, hogy látod, meddig fog tartani a buli ma? Talán hajnalig, de nem tudom pontosan. Just unlucky, lucky so and so.